Kolónia Dignidad, ahol egy csoport bebörtönzött, Istenfélő, német és csílei ember élt és dolgozott, csíle közepén nem tartozik az ismert szekták közé. Nevének hallatára nem kapják fel az emberek a fejüket, mint például, amikor valaki jonestown a Mason családot vagy a Moonist említi, ám hírnevének hiányát bepótolja az itt elkövetett szörnyűségek nagysága. Kolónia Dignidad egy elzárt kolónia volt, melyet a második világháború utáni Csillében hozott létre egy német bevándorló, mely később hírhet lett a kínzásokról, a gyilkosságokról és izolációról, mely a katonai diktatúra alatt történt az 1970-es években, Augusto Pinochet tábornok vezetése alatt. Kolónia Dignidadot úgy írták le, mint állam. Belüli állam. A kolónia vezetője, Séfer és a tagok mélyen vallásosak voltak, és William Branham tanításait követték. A szekta fő törvényes gazdasági tevékenysége mezőgazdaság volt, ám különböző időszakokban lehetett itt látni iskolát, kórházat, éttermeket, erőműveket és kettő felszállópályát is. Kolónia Dignidad leghosszabban uralkodó vezetője Paul Schäfer volt, aki 1961-ben alapította meg a kolóniát. Paul egy szökevény volt, akit azzal gyanúsítottak, hogy gyerekeket molesztált Nyugat-Németországban. A csoportot, melyet Csillében vezetett, úgy írták le, mint egy szekta vagy csoport, mely ártalmatlan különcökből állt. A csoport titokzatos volt, és a kolónia területét szöges drótkerítés vette körbe, őrtornyokkal és kereső lámpákkal, s melyről később kiderült, hogy titkos fegyvertárolók is megtalálhatóak voltak itt. Külső vizsgálatokat indítottak többek között a csilei kormány is, hogy feltárja a bűncselekményeket, melyek itt történtek, s melyek közé tartozott szexuális zaklatás is. A Csilei Igazság és Megbékélés Nemzeti Bizottsága, vagy National Commission for Truth and Reconciliation jelentései szerint egy kis csoportja a Dina által elrabolt embereknek itt kolónia dignidadban volt bezárva. Legtöbbjüket kínzásoknak vetették alá, valamint peren kívüli kivégzéseket is hajtottak itt végre. Jó pár vezetője a kolóniának, köztük maga Paul Schaefer is résztvevője volt ezen atrocitásoknak. 1991-ben a szekta nevét megváltoztatták Villa Baviera-ra. Azután, hogy Schaefer Argentinába menekült 1996-ban, hogy megmeneküljön az ellene felhozott gyerekmolesztálás vágyai ellen, a szekta szabályai igencsak enyhültek. A kolónia tagjai most már szabadon elhagyhatják a területet, amikor akarják, és maga a terület nyitva van a turisták előtt is. Kolónia Dignidad első lakosai 1961-ben érkeztek meg, amikor Paul Schäfer idehozatta őket. 1921-ben született Paul. Első munkahelye Németországban jóléti dolgozó volt egy helyi templomban, ahol gyerekekkel foglalkozott. Munkahelyéről kirúgták az 1940-es években azután, hogy szexuális zaklatással gyanúsították meg a gyerekek, akikkel foglalkozott. Míg ezek a gyanúsítások munkahelyébe kerültek, semmiféle vádat nem emeltek ellene a rendőrségen. Schäfer Németországból követte figyelemmel William Branham miniszter munkásságát, és ilyen csak izgatott lett, amikor Branham az országba látogatott 1955-ben. Schäfer és templomának pár tagja William Branham biztonsági őreként szolgáltak 1955-ös európai turnéja során. Egyik szentbeszéde alatt Séfer elmondta, hogy milyen mély benyomást hagyott a férfi ő rajta. Mielőtt tovább megyek, fontos tudni, hogy William Bremham 1946 után azt állította, hogy angyali látogatásban részesült, azután pedig gyógyítóként ismerték az emberek, aki a második világháború után gyógyítást és üdvözülést vagy üdvösséget ígért. Valamint azt állította magáról, hogy érdlés profétája, aki megjósolta Jézus második eljövetelét. Schaefer elmondása szerint mély gyógyulást tapasztalt az egyik találkozásuk során, ami után Brenham kulcs tanításait bevezette saját beszédeibe. 1955-ös találkozásuk után pedig Schaefer azt állította, hogy ő a templomának tagjai és az ő tanításainak hallgatói és követői, melyet Brenham tanításaira alapozott, az egyetlen igaz hívük. Schaefer, mint független prédikátor, Grónauban formálta meg közösségét, ahol veszélyeztetett gyerekekkel foglalkozott. A férfi gyorsan igen csak nagy befolyással rendelkezett a tagjai fölött, akiknek kemény földművelő munkát kellett végezniük fizetés nélkül. Ám kezét nem tudta a saját magának tartani, így gyorsan történetek kezdtek el keringeni arról, hogy Schaefer pedofil, és hogy újra elkezdte bántalmazni az ott lévő gyerekeket. Ennek következtében 1961-ben Schaefer pár szektataggal Csillébe emigrált. Schaefer, Brenham és Ewald Frank német teológus között szoros kötelék szövődött, amíg Brenham Németországban tartózkodott. Állítások szerint Schaefer azért választotta Csillét, mert Brenham világvégi proféciái megjósolták a nyugati demokrácia elkerülhetetlen pusztulását. Azok közül, akik elmenekültek, és a mostani kolónia tagjai kapcsolatban állnak és álltak Branham tanításaival a mai napig. Evert Frank kulcs szerepet játszott, a kolónia fegyvergyárainak létrehozásában, mivel ő vette fel a kapcsolatot a Németországban lévő fegyvergyártókkal, hogy segítsék a kolóniát működésük felállításában. Frank besegített az anyagok és kellékek eladásával és szállításával is. Mielőtt Csillébe ment volna, Schiffer létrehozott egy árvaházat Németországban, ám kettő anya, aki itt élt a gyerekével, jelentette, hogy a férfi molesztált a gyerekeit. Szóval, hogy megszabaduljon az ellene felhozott vádaktól, és a a tartóztatási parancsoktól elmenekült az országból. Először Olaszországba, utána pedig a közép-kelet országait járta be. 1961-ben viszont letelepedett Csillében, ahol kapott egy földet, majd 70 követőjét is az országba emigrálta, köztük jó pár gyereket. A kolónia folytatta a gyerekek importálását Németországból, és a környező területekről, amíg Schaefer vezetése meg nem szűnt. Kolónia Dignidad folyamatosan nőtt, amíg nagyjából 350 ember élt itt, akiből 100 gyerek volt. Akik a kolónia mellett agymosottan álltak, közölték, hogy a szekta csupán egy ártalmatlan organizáció, ám akik ellene voltak, közölték, hogy a vezetője diktátorszerű, erősen korlátozza a nemek közötti interakciót, nem is beszélve, hogy a gyerekeket elválasztották a szülőktől. A földet, amelyen a kolónia terült el, szöges drótkerítés, kereső lámpák és őrtornyok veszik körbe a mai napig. Manapság a terület nem annyira elzárt, mint volt, viszont Séfer megbizonyosodott arról, hogy a kolónia annyira izolált, amennyire fizikailag lehetséges. Az út, mely a kolóniához vezetett, átvágott egy farman és egy erdőn, mely az odalátogatót szöges drótkerítéshez vezette, melyet erősen védtek. A kerítés másik oldalán viszont viszonylag normális körülményeket lehetett látni, annak ellenére, hogy régi módinak gondolták az emberek. Mielőtt hivatalosan Csílibe költözött volna, Paul Schaefer megkérte csílei kormányt, hogy tegyenek vele kivételt, hogy ne kelljen adót fizetnie, és adjanak neki menedékjogot, amíg segít politikai információkat szerezni. A Retting Commissionnak köszönhetően számos információ napvilágot látott, melyek alátámasztották, hogy kolónia dignidad tulajdonában lévő földterület politikai foglyok fogvatartására és kínzására használták Pinosét katonai diktatúrája alatt. Annak ellenére, hogy Schiffer egész felnőtt korában Csillében élt, nagyon keveset beszélt spanyolul, mivel a szektában németül beszélt mindenki. Úgy érták le, mint komoly ember, aki ritkán mosolygott, ám karizmatikus, Séfer mindent megtette azért, hogy kolónia dignidatot, utópiai, paradicsomként mutassa be, mely látszólag megfagyott az időben a II. világháború után. A valóságban viszont Séfer egy félelem övezte szektát vezetett, ahol a tagoknak megtiltották, hogy kapcsolatba lépjenek a külvilággal. Nagyon keveseknek pedig még fegyvert is adtak, hogy megvédjék a kolóniát a külső támadásoktól. Az itt élők abnormális tekintélyelvű rendszerben éltek, ahol nem volt lehetőségük kapcsolatot létesíteni a külvilággal vagy éppen egymással. Séferű ugyanis elrendelte a családok szétválasztását, és a nőket ellenfélnek tekintette, akik ellopták tőle potenciális fiú áldozatait. Megtiltotta a szentimentális kapcsolatot felnőtt férfiak és nők között, és nemek szerint elválasztotta a lakóhelyiségeket. Schiffer szexuális zaklatta a fiú gyerekeket, és párat meg is kínzott, amit jó pár orvos alátámasztott. Bevallásuk szerint elektrosok terápiát használtak arra, hogy rávegyék a gyerekeket, hogy bevallják saját bűneiket és azokat, amiket éppen csak láttak. Gyógyszereket és injekciókat adtak be a tagoknak, melyek elméletileg placebók voltak, ám pár ember elmondása szerint ezek kiütöttek volna még egy lovat is. A bűnösöket az egész kolónia előtt megszégyenítették, néha nem beszélhettek senkivel megszabott ideig, vagy teljesen elzárták őket. A nőkről Schaefer úgy gondolta, hogy született bűnösök, akiket megfertőzött a szexualitás, ezzel indokolta, hogy elválasztotta őket a férfiaktól. Schaefer ennek ellenére gyakran diktálta a romantikus kapcsolatok formálódását és benetét egészen olyan szintig, hogy ki mikor házasodhat meg, és mikor lehet gyereke. A legtöbbször viszont a kolónián belüli családalapítás nem genetikán alapult, vagy pedig romantikán, hanem hogy mennyire voltak hűségesek séferhez, aki saját magát állandó nagybácsinak vagy permanent uncle-nek hívhatta. Amikor pedig gyerekek születtek, a biológiai szülőktől elvették őket, akiket nővérek nem eltek később fel – Ezeket a gyerekeket úgy hívták, hogy babák. Minden életszakasznak megvolt a saját neve és kategóriája. A következő csoport neve a veggies volt, vagy ékek. Ezután a megváltó sereg, idősebb szolgák, akik elérték a 30-as éveiket, és végül az 50-en fölüliek, a kamalosz, amiről igazából nem találtam rendes fordítást. Ezeket a csoportokat azért hozta létre, hogy mindenkinek meglegyen a kolónián belüli szerepe ezzel megtartva a rendet. A tagok hat fős csoportokban éltek, és mindenki hasonló német 30-as évekbeli ruhákat viselt. Mindenki 12 plusz órát dolgozott egy nap, fizetés nélkül mindezt kolónia dignidadért. Ám Schaefer propaganda videóit, ingyenes iskoláit és kórházát beárnyékolta a kolóniából elmenekült emberek vallomásai, melyek eljutottak Németországba is. A legelső egy férfi, aki 1966-ban menekült el és elmondta az atrocitásokat, melyeket a kolóniában élt át. Később ezekről újságcikkek is megjelentek. 1967-ben Schaefer kolóniájából újabb tag menekült el, aki megerősítette az első vádakat, és további információt adott a bántalmazásokról. Ezeket viszont elutasították és tagadták a politikusok. 1988-ban még kettő ember menekült el, és tanúskodott a német parlamenti tárgyaláson, ahol elmondták, hogy német állampolgárokat arra kényszerítettek, hogy akaratuk ellenére ebben a szektában éljenek. Schiffer 1996-ban elmenekült Csilléből, hogy megúszta letartóztatását. Az ellene felhozott vádak miatti letartóztatási parancsot elkerülte egészen 2005-ig viszont 2004-ben, amíg menekült, a csílei bíróság séfelt és a kolónia 26 másik tagját elítélte gyerekbántalmazás vágyával. 2006-ban Schaefer csupán 20 év börtönre ítélték. A férfi 2010. április 24-én meghalt szívbetegség miatt 88 évesen. Halála idejében még mindig folyt a nyomozás ellene, amiben be akarták bizonyítani, hogy Séfernek közve volt Boris Weissfeller, matematikus és amerikai állampolgár eltűnéséhez, aki akkor tűnt el, amikor kolónia Dignidad területe körül túrázott. Maga a kolónia egy távoli területen helyezkedett el a Mol vidék körül, közép -csílében. A szekta teljes neve az 1950-es években jótékonysági és oktatási méltóságos társadalom nevet viselte. A területen több mint 300 ember élt, és 137 négyzetkilométeren terült el. A külső szemlélőknek a kolónia a német hatékonyságot, tisztaságot, valamint a közösségi munka ékes példája volt. A bevételt hozó mezőgazdasági termelés és a jótékonysági kórház segített abban, hogy megőrizzék ezt a képet igen hosszú ideig. A kolóniának külön emberei voltak arra, hogy felvegyenek és lejátszanak filmeket, melyek a boldog lakókat mutatták, ahogy megemlékezéseiket vagy ünnepségeiket tartották, vagy éppen ahogy a férfiak a farmokon dolgoztak, a nők és a lányok hímeztek vagy vajat készítettek. A diplomaták a német napkövetségen ignorálták azokat a bejelentéseket, amikben erőszakról vagy illegális cselekményekről szóltak, és dicsérték ezt a kolóniát, mint megtestesítője egy modell kolóniának. Annak ellenére, hogy a videóban mosolygó emberek dolgoztak, a valóságban minden tagnak teljes némaságban kellett dolgozniuk nem beszélgethettek egymással is, a másik nem képviselőivel se. A gyerekeket szintén nem kímélték, nekik is ugyanúgy kellett dolgozniuk. Egy szemlélő elmondása szerint minden alkalommal, amikor a saját közeli földjén dolgozott, látta, hogy a tagok úgy dolgoznak, mint az állatok, pihenés nélkül. Séfer betiltott mindent, amivel szórakoztathatták volna magukat, vagy tudhatták volna a szektatagok, hogy mi történik a kolónián kívüli világban. Ezért betiltották az új a rádiókat, tévét, még a naptárakat is. Ha a számos szigorú szabályt valaki megszegte, következménye az volt, hogy megverték a bűnösöket, amíg az úzódások feketék voltak. Néha elég volt ehhez az is, hogy az anya megszólította a gyermekét. A büntetést egy férfiakból álló tanács hajtotta végre, akik a legközelebb álltak séferhez. A kolónián belüli faluban modern apartman komplexumokat építettek, volt még itt kettő iskola, templom, jó gyülekezeti ház, pékség, melyben minden nap friss süteményeket, kenyeret és sajtot készítettek. Számos istálló két leszállópálya, minimum egy repülő, egy vízerőmű, malom és különböző gyárak is megtalálhatóak voltak itt. Köztük egy rendkívül jövedelmező kavics gyár, mely Chile szerte számos útépítkezési projekthez szállított alapanyagot. Az északi részen egy kórház volt, melyben a németek ingyenes ellátást biztosítottak betegek ezreinek az ország egyik legszegényebb területén. Ebben a kórházban sokszor megjelent Schäfer, aki fehér köpenyt vett fel, mintha ő is orvos lett volna. Míg Schäfer a II. világháborúban hordágyhordozó volt, semmi orvosi tudással nem rendelkezett. Később kiderült, hogy a kórház csupán egy új terület volt, ahol Schaefer gyerekeket toborzott szektájához. A kórháznak saját ügyvédei voltak, akik gyorsan papírmunkákat tudtak létrehozni és hivatalosítani, ezen a helyen jó pár gyereket illegálisan adoptált a kolónia, a szülők tudta nélkül, és a papírok létrehozása után vitték is őket a kolóniába. Az egyik volt tag elmondta, hogy egyik nap fulladással ebbe a kórházba vitték. Amikor nővére fel akarta venni, az ápolók azt mondták, hogy megfigyelés alatt tartják. Másnap, amikor nővére magával akarta vinni, a fiút már örökbe fogadta a kolónia dignidad. Soha többé nem találkozott szüleivel. Séfer sokszor segítkezett még a kórházban is, ahol gyakran a beteg gyerekek fürdetését választotta munkájaként. Az ingyenes iskola és kórház elnyerte a területen lakó emberek támogatását, mely igencsak jól jött abban az esetben, ha kolóniát támadás érte volna. Ám nem csak a kórházban történtek illegális örökbefogadások. Rengeteg feljegyzést találtak az utóbbi években, melyek mind illegális örökbefogadásokról szóltak. Azokról a gyerekekről volt szó, akik a szekta közelében éltek. Ezek a helyek úgy gondolták, kolónia dignidad egy higiénikus, keményen dolgozó csoport volt, akik struktúrált életet éltek. Ám mindez csupán egy óvatosan felépített álca volt. A valóságban teljesen más volt ez a szekta. Azok, akik elmenekültek, elmondták, hogy a szekta vezetője Paul Schaefer kezében volt a végső hatalom. Elmondták, hogy a kolóniát soha nem hagyhatta el senki. Ha valaki megszökött, akkor posztereket tettek ki a közeli városban, mondván eltűnt a bizonyos személy, és ha visszakerült a kolóniába, akkor büntetéseképpen nem szólhatott senkihez. Piros ruhát kellett, hogy hordjon napközben, hogy jobban lehessen látni, este pedig fehéret, és őrök voltak velük a nap huszonnégy órájában. A szex tiltott volt az önkielégítéssel együtt, és néhány szaktatagnak gyógyszert kellett szednie ahhoz, hogy elnyomja ezen vágyait. A tagokat kikérdezték, mit csinálnak testükkel, amikor senki nem látja őket, és ha rosszul válaszoltak, megbüntették őket. Különböző gyógyszereket adtak a tagoknak, hogy lenyugtassák őket, főként fiatal lányoknak, de néha férfiaknak is. A szigorú büntetés része volt a verés, kínzás, mely mindennapos volt. Séfer ragaszkodott ahhozon elméletéhez, hogy a fegyelem spirituális gazdagsághoz és megvilágosodáshoz vezet. Néhány elmondás szerint kolónia dignidadban rejtőztek náci tisztek is, ám ez nem bizonyított tény. John Dingis újságíró szerint valamilyen szintű együttműködés volt a német hírszerző szervezet, német fegyverkereskedő Gerhard Mertis és kolónia dignidad között, akik bunkerek, alagutak, kórházak és leszállópályák építésében segítettek be, valamint besegítettek a fegyverek modulokban történő gyártásába is, ahol részeket itt, részek ezeket pedig máshol gyártottak. Ezt a problémát proaktívan elrejtették, mivel akkoriban problémájuk volt Argentínával. Mivel Kolónia Dignidad igen közel állt a Chilei katonasághoz, és stratégiai közelségben állt az Argentína-Chile határhoz, a szekta területe bázisként szolgált a Chilei katonaságnak az 1978-as konfliktusban. Kórházok pedig laborként is szolgált, ahol a Projekt Andrea során biológiai fegyvereket gyártottak pinosai kormányának. 17 év után 1990-ben Chile demokrácia lett, de Kolónia Dignidad változatlan maradt. Bántalmazások és megalázások módjai jelentek meg a kolónián belül, melynek számai nőttek, nemzeti és nemzetközi vizsgálatokat indítottak, ám minden alkalommal, amikor a rendőrség nyomozást akart elvégezni, senki nem mondott semmit. Kolónia Dignidad hatósága és vezetői erősek voltak, és szoros kapcsolatban álltak a csillai katonaság tagjaival, a szélső jobb pártiak között, akik előre figyelmeztették őket, ha a rendőrség el akart a területre. Lassan a csílei emberek véleménye megváltozott a kolóniáról, és a jótékony emberek helyet úgy kezdtek rájuk tekinteni, mint egy különálló állam vagy börtön csíle közepén. Ám 1973 és 1990 között Augusto Pinochet katonai diktatúrája alatt kolónia Dignidad speciális kínzóhelyként helyként is szolgált, 1991-ben Csile Nemzeti Igazságügyi és Megbékélési Bizottsága arra következtetett, hogy azok az emberek, akiket a titkos rendőrség vagy a Dina elfogott, Kolónia Dignidadba lettek szállítva, ahol a kolónia vezetői köztük Séfer aktívan segítkezett a foglyok megkínzásában és meggyilkolásában. Kolónia Dignidad kapcsolata ezen Eseményekkel, igen hamar, 1976-ban napvilágot látott, amikor az Egyesült Nemzetek egy kis csoportja Csillében volt, melyet később így írtak le. Egy másik Dina fogdát ír le a UN dokumentum, melyben állítólagos kísérleteket és kínzásokat végeztek el nem máshol, mint Kolónia Dignidadban, Paralhoz közel. A foglyokat megkínozták a kolónia alatt elterülő alagutakban és pincékben, ahol információt akartak kiszedni belőlük, valamint kihallgatták őket, hogy megértsék természetüket, hogy a kínzások sikeresebbek legyenek. Nagyjából száz állampolgárt vittek kolónia dignidadba, akit a Dína megölt és elásott a területen. Több mint 1100 eltűnt ember volt Csillében, melyben számtalan kolónia dignidadban kötött ki, ahol megkínozták és megölték őket. A föld alatti börtönökben tartották és kérdezték ki a foglyokat, ugyanis kínozták meg őket számtalan módon, köztük kutyákat használtak csonkításra. Jó pár túlélő állította, hogy Séfer is jelen volt ezeknél a kínzásoknál. Séfer befolyása és részvétele Pinoset kormányával nem volt teljesen nyilvánosságra hozva. M. Séfer 2005-ös letartóztatásánál 500 kormányfájt mutattak be, melyek hiányzó fogvatartottakról szóltak, akiket a krumpli pincébe zártak. Mindegyik fáj tartalma sértette az emberi jogokat és séfer felügyelete alatt történtek pinosét egymét működésével. Az 1970-es évek végén elméletleg pinosét elrendelte a tömegsírok exhumálását, melyekbe több száz meggyilkolt fogjaj testét dobták. A testeket vagy a tengerbe kellett dobniuk, vagy elégetniük. Az egyik kolóniatag visszaemlékezett, és elmondása szerint borzalmas állapotban voltak ezek a holtestek, amikor egyik nap ki kellett ásniuk ezeket úgy, hogy előtte nem is tudták, hogy sírok vannak a területen. 2005. júniusában és júliusában a csilei rendőrség kettő illegális fegyvertárat talált. Az elsőt közvetlenül a kolóniában, három konténerben gépfegyvereket, automata fegyvereket, rakétavetőket és nagy mennyiségű lőszert találtak. Néhány fegyver 40 éves volt, de látszott rajtuk, hogy karban vannak tartva. A tárolót úgy írták le, mint az egyik legnagyobb arzenál csilében, ami magánkézben volt. A második tárolót egy étterem körül találták, amit a kolónia működtetett, ebben is találtak rakétavetőket és gránátokat is. 2005. januárjában egy leszerelt csilei rendőr elmondta az Interpolnak, hogy a csilei Dína és Kolonia Dignidad között kapcsolat volt. Azt is elmondta, hogy információja van arról, hogy Kolonia Dignidadnak és a katonaságnak laborja volt, ahol biológiai fegyvereket készítettek. A legutolsó labor felváltotta a Dina régi laboratóriumát, ahol ez a volt rendőr egy vegyésszel dolgozott együtt. A volt rendőrnek bizonyítéka is van arra, hogy biológiai kísérleteket folytattak itt, melyeknek köze van a már kettő említett laborhoz, s mely kísérleteket a kolónia dignitatban fogvatartott tartott embereken végeztik el. Csile és Németország megegyezett, hogy emlékművet emelnek azoknak, akik áldozatul estek a zaklatásoknak, bántalmazásoknak, kínzásoknak és gyilkosságoknak, melyet a szekta hajtott végre. Jó pár túlélő elmondta, hogy Séfer csupán azért tudta megtenni ezeket a szörnyű bűncselekményeket, mert a kormány nem tett semmit azért, hogy megállítsa, se a német, se a csilei kormány. Ezért van az, hogy Séfer borzalmas tetteire majdnem három évtizeddel később derült fény. Ám nemrégiben a német csílei Bizottság Berlinben találkozott 11 ére mely találkozójuk során közös megegyezése jutottak, miszerint mind a két oldal anyagi támogatást ad az emlékmű felépítéséhez, a dokumentációs center létrehozására és a túlélőknek is. Ám Kolónia Dignidad áldozatai nem mindig értenek egyet azzal, hogyan is kéne megemlékezni erről a brutális korszakról. Úgy néz ki, mintha Schaefer, aki 2010-ben meghalt, még mindig Félelemben tartaná és befolyásolná a sírból ezeket az embereket. Az egyik oldalon ott vannak azok akik turista látványosságként használják kolónia dignidadot, így megemlékezve a borzalmakról, és ezzel megbizonyosodva, hogy soha nem lesz elfelejtve az, ami itt történt. Míg a másik oldalon ott vannak azok, akik gyerekként szexuális zaklatások áldozatai voltak, vagy akik családját a kolónia területén ölték meg, mert a katonai diktatúra ellenségei voltak. A nemzeti műemléki státusz megszerzése hónapokig tartott, ám az Országos Műemléki Tanács 2016. március 23-án jóvá hagyták a státuszt. Ez biztosítja, hogy megvédik és megőrzik Kolónia Dignidad kulcsfontosságú helyszíneit, mely diktatórikus elnyomáshoz kapcsolódtak, Ilyen a raktár vagy pince, a kórház, a főbejárat, a kommunikációs központ és séferháza is. A következő kihívás egy emlékhely felépítése lesz kolónia dignidadban, mely lehetővé teszi a csillai társadalom számára, hogy szembenézzen ezzel a sötét múltal és tevékenységeit az emberi jogok szolgálatába állítsa.